Mai Biblióránk témája egy hamis proféta igaz proféciája, 4 Mózes 24, 14-től a 19. versigén felolvasnám őt. Most pedig én elmegyek, ímé az én népemhez, jöjj, hadd jelentsem ki néked, mit fog cselekedni a nép a te népeddel a következő időben. És elkezdi az ő példázó beszédét, és mondta, Bálámnak, Beor fiának szózata, a megnyílt szemű ember szózata, annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, és aki tudja a magasságosnak tudományát, és aki látja a mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi paléza támad Izraelből, és által veri Moábnak oldalait, és összetőri Szetnek mindennek fiait. És Edom más birtoka lesz, Szeír az ő ellensége is másnak birtoka lesz, de hatalmasan cselekszik Izrael. És uralkodik a Jákobtól való, és elveszti a városból a megmaradtat. Idáig a 19-esig van kiadva a mai feladvány, és amikor ezt én felnyitottam, mert hogy azzal kezdtem, hogy megnézem, hogy mi is van kijelölve, akkor gondban éreztem magam. És azt tudva levő rólam, hogy a lexikális tudásom e tekintetben még gyarapodásra kell, hogy történjen, hogy csúnyán körülírjam, tehát, hogy bajmi kevés, még sokat kell tanulnom, bele kellett ásnom rendesen magam, hogy akkor ez mi is lehet, mi a történeti háttere, a hamis proféta igaz proféciája, és akkor írtam egy bevezetést, tárgyalás, befejezést. A bevezetésnek írtam egy általános kis véleményt, utána olvasva, hogy mi is ez az igaz és hamis profécia közötti különbség, de annak a tekintetében, hogy az Úr milyen útmutatást ad az ebben való eligazodáshoz. Nem könnyű feladat megkülönböztetni az igaz és a hamis prófétákat egymástól. Szerencsére az Úr világos útmutatást ad, itt most a Bibliára gondolok, zárójel, nem elég annak figyelme, hogy egy adott profécia beteljesedett, vagy sem, ehhez könnyű lenne mondjuk rövid távon megvárni, hogy bekövetkezett egy profécia, és akkor ezt meg tudjuk vizsgálni. De az a fontos kérdés, hogy ez a profécia az valóban az Úrtól való-e, visszautalok itt a könyvre. A proféciának minden esetben összhangban kell állni Isten korábbi kijelentéseivel. Az új üzenetet azáltal tudjuk valósnak ítélni. A korábbi kinyilatkoztatások mennyire ismeretesek, mennyire mélyek, tehát helyén valónak kell lennie a tanításnak. Tehát megkülönböztetni az igaz és a hamis proféciát, összhangban kell állni Isten kijelentéseivel, itt vagyon a könyv profétának pedig meg kell ütnie Isten mércéjét, parancsolatának a mércéjét. Ez egy egyértelmű erkölcsi példa, vagy próba akár. És itt van az én kis szelid, nem lexikális lelkemnek a felkiáltása, hogy akinek az élete nem egyezik azzal, amit elmondott, az hogy lehetne igaz proféta, az hamis. Ide utalna a Jézus szavai, ha jól tudom, az a bizonyos báránybőrbe bújt farkas. Tehát lehet itt bármit mondani, hogyha az nem egyezik azzal, amit a tetteim mutatnak. Hazugság a csalás úgyis leleplezi magát. Nos, az Úr szól hozzánk prófétái által, és ahhoz, hogy őket beazonosíthassuk igaz vagy hamis prófétaként, ismernünk kell a könyvet, a Szentírást. Ha próbára akarjuk tenni a magát prófétának való személy tanait, életvitelét. És még találtam egy útmutatást, hogy elhamarkodottan ne fogadjuk el senki kijelentését, időt kell hagynunk arra,
hogy a próféta tettei megmutassák az illető valódi arcát. Margittal beszélgettünk arról, kicsit egyszerűsítve, hogy mi is ez a hamis profécia, hogyan kapcsolódik a hónapban tárgyalt kérdésekhez. Szóba kerültek azok a hamisságok, amelyekről szót ejtettünk, a jóslás, jövendőmondás, kártya. És akkor kiderült, és megint Margitra utalok, hogy én mennyi mindent még nem tudok, és bambán rád csodálkozom, hogy de a pénzkérdés elő fog még kerülni, hogy a pénz is micsoda csalás és ármány és hamisság, és hogy hova vezet az, hogyha az ember a pénznek él. És itt került a körbe a szerencsejáték kérdése, amely tekintetében én erős kívásokkal néztem szembe. Nem tudom, belemásztam ebbe is, utána néztem, hogy ez miért és honnan is ered, hogy a szerencsejáték sem kedvező az Úr által. Bevallom, nem tudtam. Ez persze nem mentesít attól, hogy foglalkozzak velem. És akkor nézzük meg, tehát belenézek ebbe a kiadott ige szakaszba, gondba vagyok, hogy mi is ez az egész, mi történt itt, utána mentem. Mit is kell nekem tudnom Bálánról, ez olyan, mint hogy magamnak magyaráznám, biztos nálam jobban tudják, tudjátok. Bálámról kerestem a 4. Mózes 22 és 22 közötti ige részben, kerestem róla, hogy mi is az üzenete nekünk, a mai keresztények felé, milyen fontos tanulságokat tartalmaz. Ki volt ez a Bálám, milyen ember volt, milyen személyiség volt, különös, és úgy látom, és jó szó talán rá, hogy ármánykodó személyiség volt. Rendelkezett a természet fölötti szellemi ajándék, és közben a korrupt jellem elképesztő kombinációjával. Azzal indul a története, hogy történelem, hogy Izrael még utoljára tábort ült Kánaán szélén, amely Bálákot félelemre késztette, ő volt Moáb királya, akinek a birodalma határos volt Izrael riták táborhelyével. Fenyegetésnek tekintette Bálák az izraeliták megjelenését, országára nézve jól lehet, ők semmi olyat nem tettek, ami ezt a félelmét indokolhatta volna. Mivel Bálák úgy érezte, hogy képtelen lesz Izraellel csatában szembeszállni, elhatározta, hogy szellemi fegyvereket vett be ellenük, így néhány fejedelmét elküldte Bálámhoz, egy kis pénzzel, ahogy mondjuk, egy pénzzel a kezükben, hogy jöjjön el és átkozza meg Izraelt. Gyógyító varázslóként és jövendő mondóként Bálám már hírnevet szerzett magának azzal, hogy az általa kimondott áldás vagy átok jelentős pozitív vagy negatív következményekkel járt. Bálámról találtam, hogy ő Mezopotámiában élt, Petorban, ha rosszul ejtem elnézést. Mikor Bálák felkéri Izrael megátkozására, ezt felelte, hogy nem hághatom át az Úrnak, az én Istenemnek szavát. Oké, Bálám, az milyen pongyola, a megszentelt neve szerint ismerte Istent, és az én Istenemnek szólította. Amikor a Bálák küldöttjei megérkeztek, Isten azt mondta Bálámnak, hogy ne menjen el velük, és ne átkozza meg Izraelt. Ez is a 4 Mózes 22, onnan kezdtem keresgélni. Ne átkozza meg Izraelt. Bálák erre válaszul, egy előkelőbb fejedelemnek egy nagyobb csoportját küldte el hozzá, még nagyobb zsetont, jutalmat ígérve. Ekkor Bálám megkapta az Úr engedélyét, hogy elmenjen velük, de csak azzal az egy feltétellel, csak amit én mondok, majd neked azt mondjad. Ez 4 Mózes 22.35. Bálák örömmel fogadta Bálámot, és minden gondosan előkészített Izrael megátkozásához. Azonban minden alkalommal szándékainak pont az ellenkezője történt. Bálám összesen 4 olyan proféciát mondott el, amelyek a Szentírás, azt olvastam, legszebb és legerőteljesebb kijelentései közé tartoznak. Istennek Izrael megáldására vonatkozó visszavonhatatlan elkötelezettségéről. De mivel Isten meghiúsította Izrael megátkozására tett kísérletét, Bálám másféle stratégiát javasolt ellenük. Itt találtam a moábita asszonyokat, hogyha sikerül rávenniük bálványimádásra, akkor már szükségtelen megátkozni őket, maga Isten hoz rájuk ítéletet.
Balaam második stratégiája sikeresnek bizonyult, és 24 ezer izraelita pusztult el Isten ítélete nyomán, 4 Mózes 25.1. Nos, a történetben csúnya, hogy Balaam elképesztő. Több ízben is megtiltotta neki Isten, hogy megátkozza Izraelt. Négyszer is megerősítette Istennek, Istennek Izrael megáldására és ellenségének megítélésére vonatkozó változatlan szándékát, mégis ragaszkodott a Bálákkal való együttműködéssel, Izrael egy ellenségéhez való együttműködéshez, valamint az Izrael elpusztítását célú konspirációkhoz. Teljes mértékben méltóvá vált arra, ezáltal, hogy ugyanolyan ítéletet kapjon, mint ami Izrael többi ellenségét sújtotta, kivégezték őt az izraeliták. Egész egyszerűen. Mi lehetett az az ellenállhatatlan indíték, ami Bálámnál előidézte, hogy nyíltan az Istentől kapott kijelentés ellenében cselekedjen, és ezáltal a saját vesztébe rohanjon. És akkor itt jön, amit találtam, amit említettem, a pénz, a pénz, a pénz. A pénzimádat kísértette meg Bálámot, és vette rá a pusztításra. Hajlandó volt tehát eladni csodálatos szellemi ajándékát. Ízelgett neki, amiben Bárák király és fejedelmei részesítették. Pénzsobárság egyébként közeli barátságban van a népszerűség iránti és a hatalom utáni vágyakozással. Három fontos gondolat még Bálám történetéből. Az első fontos tanulság, Isten megmásíthatatlan kötelezettséget vállalt, hogy megerősítse mindörökké saját népének tekintve a zsidó népet, és nincsen olyan emberi vagy ördögi hatalom, amely érvényteleníteni tudná ezt az elkötelezettséget, semmi sem tudja hatályon kívül helyezni Isten ragaszkodását hozzájuk. Ez a elhatározás, kezdeményezés Istentől származik, és nem emberektől. Második dolog, Sátán, legnagyobb és leghatásosabb fegyverre ellenünk a pénz imádása. A kereszténység kialakulásának első pillanatától fogva így van ez, és majd most is. Margitra tudnék utalni, hogy mennyi módon beszéltünk róla, próbálnak le pénzt húzni rólunk, ez a lehúzni, ez is ilyen pesties most, mindenféle jövendőmondásokkal tudva a biztos ígéretét annak, hogy meggyógyulunk, megjavolunk, megváltozunk, megkapunk mindent, amit akarunk, szerez pénz, még több, még több, még több. Nem akarom ebbe beleásni magam. És volt egy kis vitat közöttünk, én azt mondtam, hogy a pénz van, az, az jó, és hogyha jó dolgokra tudja az ember használni. Margit azt mondja inkább, hogy nem a feltétlen a pénz az úr. Én meg sajnos azt látom, hogy igenis az a meggazdagodás és a minél több pénznek a birtoklása, és a még több, és a még több, és a még több. Itt írom, bocsánat, visszamegyek, pénz önmagába véve, tehát nem rossz dolog, és nem feltétlenül szükségszerű, hogy bűnös lenne az, aki gazdag. Olvasom szerzőnél, hogy a pénz természeténél fogva semleges, így felhasználható jóra, de sajnos rosszra is. Amint viszont elkezdünk sóvárogni a pénz után, mindjárt a sátán kelepcéjébe kerülünk. És egy harmadik dolog, ahogy meg kell értenünk, hogy különbség van a szellemi ajándék és az úgynevezett szellemi gyümölcs között, az ilyen ajándékokban való részesülés fokozza az ember felelősségét, mivel megnövekszik a többiekre ható befolyásolás képessége. Bálám imája nem igazán teljesült, kivégezték azok, akik pénzzel rávették, hogy csatlakozzon Isten ellenségeihez. Bálám sorsa szemléletes példaként szolgálhat Jézusnak, Máté 7.21 versében található tanításához.
nem mindenki fog a mennyek királyságába bemenni, aki nekem azt mondja, Uram, Uram, távozzatok tőlem ti, akik a törvény megrottásán munkálkodtok. Végső gondolatom, ezekből, amit elmondtam, egyszerűen megállapítható, hogy semmi nincs, ami helyettesíthetné az Isten iránti engedelmességet. Bónusz, csak egyedül ez biztosíthat helyet számunkra a mennyben. És a bónusz szót szeretném még kiegészíteni, hogy ez is pongyolán hangzana, hogyha én becsukom, és amennyit én egyszerű lélekként tudok lexikalitásáról, azt most nem tudom, és azt hallom csak, hogy a bónusz a mennyben, Istennek országában, akkor én erre azt mondom, becsukva a könyvet, hogy ez engem nem vonz, és ezért bocsánatot kérek, és vessenek, és vessetek meg. Én nem azt gondolom, hogy azért kell nekem helyesen cselekednem, azért kell nekem megtartanom Isten tanítását, azért kell megtartanom a mások iránti engedelmességet, szolgálatot, segítséget, mert azért én fogok valamiféle jutalmat kapni a mennyek országát. Nem, és nem akarom, hogy ezért kapjam. És a szocializmusban jártam gimnáziumban, és ott azt mondták, hogy a vallás, a klerikális cucc az rossz dolog, mert azt tanítja, hogy aki jó lesz, az a mennybe jut. És ez micsoda dolog. Én csak ezért szerettem volna mondani, hogy az én tudatomban úgy szerepelt ez a bónusz, hogy ez egy nagyon szép része Isten igéjének, és megcáfolom egy kicsit magam, még a végére, hogyha szabad, mert volt én nékem egy nagymamám, aki a kis családomból talán a legjobban szeretett, és én is őt, és az én nagymamám az 12 éve meghalt, és tudom, hogy fogok vele találkozni. Ja, az alapvető kérdés az volt, hogy mondhat-e, ha én jól értettem, a hamis proféta igaz proféciát. Mondhat, és ugyanakkor ez az igaz profécia az ő számára nem jelent alkalmasint mentséget, ha ő hamis proféta. Na most a hamis proféta és az igazi proféta között nem feltétlenül abban van különbség, hogy az egyik nem rendelkezik a látás képességével, mert ugye a nábi, a nöbiim többes számban, ahogy a prófétai könyveket a Biblia felosztásánál nevezik, azok a látók voltak. És nem abban az értelemben, hogy nem csak, inkább így mondanom, hogy bizonyos dolgokat ilyen Nostradamusként megláttak előre, és megmondták, hogy ez lesz, ilyen is volt. Megmondták, hogy ekkor és ekkor ilyenfajta dolog lesz, akár úgy, ahogy József, hogy jön 7 esztendő, amikor bőven fog a föld teremni, és aztán megint 7 esztendő, és ínség lesz, és most el kell kezdeni gyorsan fölhalmozni a dolgokat, hogy kibírjuk majd az éhínségnek az idejét. Most ez nem csak olyan értelemben látás, hogy látja, hogy mi fog bekövetkezni, hanem azt is, hogy mit kell csinálni. Tehát szoktuk mi is mondani, hogy van egy látása arról, hogy mi legyen, van egy koncepciója. És a proféták ilyen emberek voltak, ugye Saul, amikor Szamarait keresi, akkor azt mondja a szolgálja, hogy menjünk el Sámuelhez, a látóhoz, ott is visznek ajándékot, hogy mondja meg nekünk, hogy hol vannak a szamarak. Ugye van aztán egy ilyen szólásmondás ott, amikor proféták között Saul transzba esik, és akkor egy ilyen szólásmondás lesz, hogy na hát, Saul is a proféták között van. Valakire egyszer így rászóltak egy ilyen egyes vezetői közösségben, hogy na hát, akkor belépett Saul is a proféták között van.
Király azt mondta, hogy én csak a szamaraimat jöttem keresni. Nagyon jó pofa riposzt volt. Na de, szóval a látó az, aki, akit mondjuk, hogy ma lelki gondozónak, vagy akár pszichológusnak is lehetne esetleg nevezni a profán világban. Tehát ki leül velünk, megtárgyalja az ügyet, és akkor kiderül, hogy van valami elképzelésünk arról, hogy mit csináljuk. A lelki gondozó is eredetileg ilyen, hogy a pszichológia tudomány az egy 100 éves tudomány mindössze. És szóval a proféta a maga érzékenységével, Istenre figyelésével, önmaga trenírozásával, mert ő lehet, hogy bőtöl és imádkozik. Tehát eleve szűri az információkat annak érdekében, hogy koncentrálni tudjon arra a lényegre, ami Istentől jön. A proféta szó egyébként görög szó. A pró és a folyémi szavakból tevődik össze, a szószólót jelent az eredeti értelemben. A Hébernek a szó szerinti fordítása az a látó, a néző, a látó. És mondom, a hamis és az igaz profétát azt különbözteti meg, hogy hamis proféta alkalmasint gomnyomásra is tud profétálni. Tehát azt mondják neki, hogy profétáld meg, akkor mi a megrendelés? Miről szóljon? Mennyit adtok érte, akkor én jövendőlök nektek jót. Ez a Mikiás történet a királyok könyvében, amikor a királyok háborúba indulnának, és azt olvasjuk, hogy 400 proféta jövendől. Tehát a király hatalmát az is mutatta, így mondja a Biblia is, hogy a királynak a bölcsessége a látóknak a sokasága által van. Tehát a király körülvette magát a látó emberekkel, ezt ma tanácsadónak is neveznénk, és megvitatta velük, hogy most mondjuk menjünk el háborúzni, vagy eladjuk-e a gabonát, vagy vágjunk-e ki egy erdőt, és ott inkább termesszünk-e gabonát, és a fát adjuk el, vagy nem tudom, mit csináljunk, induljunk-e hadba valakivel. És akkor, összegyűlt itt adott esetben 400 ember, és akkor is valószínű a kizárásos alapon, vagy a nagy számok törvénye szerint, amit többen képviseltek, a felé hajlott a király. Ugye döntést mondani az súlyos dolog, azt neki kell, de a király bölcsessége abban van, hogy belátja, hogy a szakértők azok esetleg részletkérdésekben jobbak, és ő pedig, ha bölcs, akkor a vélemények, ellenvélemények közül ki tudja szűrni, hogy mi az, amit neki el kell adott pillanatban dönteni. Na most ott ugye ez a Mikás, a Jemla fia, az egyetlen, aki azt mondja, hogy ne menjünk bele ebbe a háborúba, mert rajta fogtok veszteni. És kialakul egy nagyon kemény vita, hogy mi az, hogy csak rajtad keresztül szól az Úr. És akkor Mikás azt mondja, hogy hát meg fogjátok látni. Meg fogjátok látni, amikor bujkáltok a pincéről pincére, és betör az ellenség. És ez történik. Végül. Na most Bálámnál valóban szerepet játszott a pénz. Megnéztem, itt a Júdás levelében is van egy rész. Azok példájaként említi a levél szerzője, hogy ez egy egyfejezetes levél, Jelenések könyve előtt van a Bibliában, akik bérért szakadtak ki. Igen. Szóval voltak olyanok, akiket át lehetett pénzért csábítani egy másik felekezetbe. Nem is hallottunk. Nem hallottunk ilyen. Szóval gyertek át, és akkor kaptok egy szamarat, vagy nem tudom. Szaporítsátok nálunk a vattát, a tömeget. Szóval a hamis proféta az, aki, ha megfizetik, az ellenkezőjét is hitelesen tudja profétálni.
Na most Bálám, ma közölték, hogy pusásan meg fogják fizetni az ő proféciáját. És az érdekes az, amit ő észrevesz, mert egy értelmes ember, hogy ez átlagon felül IQ-val rendelkezik egy proféta, hogy megérti, hogy mit kellene ő neki profétálni. Gyere, átkozd meg! Most ilyet nem lehet egy profétának mondani, ilyet lehet, de nem szabad, mert nem ő tudja, hogy az Istenen múlik. Hát elmegyek, megnézem, hogy mi van. És akkor megnézi, és elkezd ömleni belőle a szó, amit máig minden áldott szombaton ezzel kezdődik a szombati istentisztelet, szó szerint a Bálám szövegével, mi szépek sátraid, ó Izrael. Hát megnézzük őket, és ahogy végignézünk a gyülekezeten, elkezd áradni belőlünk Bálám szövege, mi szépek a te sátraid, ó Izrael, mert megragadta nagyon Bálámot, ahogy az a rend, az a... Mert ő azt hitte, hogy ez egy ilyen szeret-veret martagosz nép, gyülevész. Most lenéz, és azt látja, hogy egy szabályos, gyönyörű, szép tábor, ezeknek van koncepciójuk, ezek fegyelmezettek, ezeknek van erejük, és így tovább, és azt mondja, hogy ezt nem lehet megátkozni. Egyszerűen ezeken nem fog az átok, és ugye négy példabeszédet mond, az utolsó, amiből most idéztünk, az már akkor hangzik el, amikor Bálák féktelen haraggal azt mondja, hogy nem ezért hívtalak ide, lehet, hogy oda se adja a pénzt. És menjünk odébb, ahol nem az, azt is mondja, többiek, igen. Is de a végén azt mondja, hogy eredj haza, fuss a te házadba, és gyakorlatilag elkergeti, és akkor búcsúzó mondja ezt Bálám, és azt mondja, hogy na jó, akkor hadd beszéljek a messze jövendőről, nem a mostaniról. Tehát egy távolabbi korról. Na most engem meg ez foglalkoztatott, hogy nem kellett volna neki elmenni. A történetből ez is kiderül. A Bálám Szamara részlet az erről szól, hogy a Szamár egy ponton megszorul, és nem mer tovább menni, mert lát valamit, amit Bálám nem lát. És akkor ott beszélik meg, hogy nem is kellett volna elindulni. Szóval ő addig erőszakoskodott, hogy a végén azt mondta az úr, hogy jó, akkor menj el, de mondd azt, amit én mondok neked. És akkor nagy boldogan fölült a Szamára, és elindult. De megállították őt útközben, és majdnem meghalt. Ugye? És ezekkel a terhekkel jelent meg azután a helyszínen. Szóval bőségesen van benne olyan anyag, ami alapján arról beszélhetünk, hogy hogyan megy végbe egy átalakulás egy emberben, aki látással rendelkezik, hogy rontja meg ezt az ő látását, az, hogy a gonoszság díját kedvelte, mondja egy másik újszövetségi szöveg, tehát megvehetővé vált, itt többen a korrupciót emlegették, valóban, ez nem val valódi profétára, ugye Elizeus proféta is ezért engedi rá a lepra átkát Géházira szolgájára, mert az titokban elszaladt és elfogadott a fertőzött kincsek közül két zsákkal. Szóval a proféta nem csak azt látja, hogy mi lesz, hanem azt is, hogy nem szabad elvenni a bélpoklos hadvezérnek a kincseit, mert a fertőzést fogjuk ezzel megvenni, de nem csak ezért nem szabad, hanem mert ezért nem fogadunk el pénzt, ez nem üzlet kérdése nekünk. Na most lehet, hogy az úti költségét megtérítjük, stb., de itt nem erről volt szó, hanem a gazdaggá válásról, tehát hogy minőségi váltás következik be az életébe, ha ezt megcsinálja, megvarázsolja Báláknak. És a baj ővel az, azt szokták mondani a zsidó testvéreink, hogy ő Izrael legnagyobb ellensége. És az a kérdés, hogy miért, akkor ezt mondják el, hogy mert világosan látta, hogy nem átkozható meg Izrael, de adott egy tanácsot, amivel meg lehetett rontani. Tehát ezért találjuk őt ott mégis, még mindig nem ment haza, mert eszébe jutott egy megoldás, hogy jó, nem átkozom meg, de adok egy tanácsot, ami
romlottabb dolog, mintha megátkozta volna. Szóval a proféta az a nagy hatású demagóg is lehet.